Szia! Most meg fogom mutatni, hogyan tudunk a GIMP-ben két kép között átmenetet készíteni, és rá egy pici feliratot. Nyissuk meg az egyik képünket. Nyilván olyan érdemes menteni, amik egyforma méretűek. Az elsőt simán fájl megnyitással megnyithatjuk. A másikat viszont a fájl megnyitás rétegként nyissuk meg. Ez a kettes autó lesz. Hogyha megnyílt mind a két kép, akkor nincs más dolgunk, mint magát a rajzvásznunkat megnövelni egy kicsit nagyobbra, hogy a két képet szét tudjuk húzni. A rajzvászon méretét én most itt nem képpontban, hanem százalékban fogom megadni. 70%-a növelem, átírom 170%-ra, és módosítom. Amint látod, széttolódott ez a képünk. Nincs más dolog, mint a felső képet, itt ki is választom. A mozgató elemmel eszközzel elhúzni. Ahogy elkezdtem húzni, lehet látni, hogy kimozog a saját kis sávjából. Ha nyom a kontrollt hozzá, akkor nem fog. Ott egyeztem a végére, kasszul. Jó. És most megnézem, hogy körülbelül meddig tart a másik kép. Lehet látni, hogy eddig tart. Ez a távolság az, ahol nekem meg kell csinálnom az átmenetet. Visszaváltok az első képre, ami a felső, és hozzáadok egy réteg maszkot. Teljesen átlátszatlan fehér színűt. Itt jelent meg fönt, lehet látni az egyik része fekete, ez azért van, mert a kép csak a teljes rajzvászonnak egy részét foglalja el. Átváltottam rá. Kiválasztom a kitöltő eszköz, méghozzá az átmenetest, előtérből háttérszínbe és feketéből fehérbe. És kiválasztom a maszkomat, fontos, ne a kép legyen, hanem a maszk. És meghúzom ezt a vízszintes vonalat a kép bal szélénél egy kicsit beljebbről egészen, ameddig körülbelül tartott a kép. Itt is, hogyha nyomod a kontrollt, akkor kiegyenesedik a vonalunk és teljesen vízszintes marad. Nagyjából ide, és már meg is lett. Hozzáadunk egy kis szöveget, rámegyünk a szövegeszközünkre, megrajzoljuk középtájt, ezt a szövegdobozt, ráírhatunk, majd nem is port, verdák. Középen kicsit megnövelem a méretét, hogy látszódjon. Nagyon jó. Félkövére teszem, kicsit döntötté, átállítom a színét. Világos kékre, most például szerintem ez jól fog kinézni. Nagyon jó. Rákattintok jobb oldalt fönt a rétegre. Hogy látszódjon. És teszek rá egy egyszerű szűrőt. Pontosan a rétegünk legyen az aktív. A szövegréteg szűrők. Fényes árnyék, vetett árnyék. Én a 15-10-es értéket használom, 15-tel tolja egyik irányba, 15-tel a másik irányba, az árnyékot és egy 10-es elmosási sugarat fog adni, és kasszul meg is jelent, és nincs más dolgom a végén, mint fogni és exportálni, exportálás másként, méghozzá a Sportcars átmenet JPG-t használom, és ha vár szeretnél fájtikus váltani, balra lent meg tudod, megkerest, ami neked tetszik, de lehet be találni a JPG-t is, itt van valahol lent. És aztán lecseri, mert volt egy ilyen 80-90 közötti érték, tökéletes a GIMP, ugye a JPG-nek, és mehet az exportálás. No, hát ennyi. Remélem menni fog neked is.